Egy lány nő életében mindig valaminek a lezárását és valami új kezdetét jelenti, ha fehér ruhába bújik. Egy fiú férfi életében pedig szintén így van, ha öltönyben megpörgethet mennyasszonyi ruhában egy hölgyet. És ne csak az esküvőre gondoljunk, hanem a középiskola utolsó ünnepségeire, hiszen a szalagavatóra is évekig várnak és izgulnak a diákok. Jelentős pont egy fiatal életében. November 11-én elérkezett egy korszak lezárása, és elkezdődött a nagybetűs élet a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, gimnázium és kollégium végzős diákjai számára is. Maga a szalagavató az egy beavatási szertartás, beavatás a felnőtt életbe, és ez mindenki számára, aki egy gyerekekkel foglalkozik, végigkíséri őket 4 éven keresztül, látja azt, hogy hogyan lesznek általános iskolásokból igazi felnőttek. Ez mindenki számára, nem csak a család számára, ez az intézmény számára is, iskola számára is, pedagógusok számára és az igazgató számára is egy élmény. Egy pedagógus számára is megható élmény, mikor feltűzheti diákjaira a szalagot. A legtöbb osztályfőnök saját gyermekeként tekinti a diákokat. Egyrészt nagyon nehéz, mert fel kell a diákokat készíteni az érettségére, hogy minél jobb eredményt érjenek el, másrészt pedig nagyon nagy öröm látni őket, kiteljesedni és megtalálni az életcéljukat. Határozottan úgy szoktunk a diákokra utalni, hogy a gyerekeink. Nem csak a diákoknak, a pedagógusoknak is előtörnek az emlékek, mikor elkezdődik az ünnepség. Minden osztálytól kap az ember jót is, rosszat is. Mindig a jóra emlékezünk, a kellemetlen dolgokat gyorsan elfelejtjük, és mosolygunk együtt majd. Úgy gondolom, hogyha a kemény lapos, kemény fedeles oklevelet ki lehet majd osztani június végén. A végzősök szalagja szimbolikus jelentéssel bír. Ez az iskolához való tartozást jelenti, amelynek gondoskodása alatt cseperedett fel a diák. Tekintélyt is ad, hiszen a szalag szemmel láthatóan sugallja, hogy viselője már túl van a középiskolai tanulmányainak nehezén. A szalagok feltűzése után elérkeztek az es talán legmeghatóbb pillanatai, a keringők. Hat osztály, összesen 164 tanulója viseli Málkasán szombattól a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, gimnázium és kollégium szalagját, amely feltűzése a gyerekkor lezárásának első mozzanata is, hiszen már csak pár hónap választja el a végzős diákokat a ballagástól és az érettségitől, amely hivatalossá teszi a felnőttek világához tartozásukat.